Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a 20 perc együtt következő részébe. A mai vendégem Albert Emi. Szia, kedves Emilia Emi! Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek. Szia! Sziasztok! Nem másom, mint az ének, zene és népi kultúra tanári szakról fog nekünk mesélni egy kicsit. A Nyíregyházi Egyetemre jársz, úgyhogy Kelet-Magyarországot is megismerhetjük egy kicsit általad. Nagyon-nagyon-nagyon szuper, még egyszer köszi, hogy itt vagy, úgyhogy vágjunk is bele. Tudnál egy kicsit mesélni magadról így az elején, hogy miért is ezt a szakot választottad? Hát én már régebben nagyon régóta gondolkodom azon, hogy a pedagógia valamelyik részén helyezkednék el. Akartam óvónő lenni, aztán tanító, aztán gondolkodtam az énekzene tanáron, de aztán elvetettem, és 11. végére úgy gondoltam, hogy akkor jó, akkor tanító. Aztán 12. elején megkérdezte a népi énektanárom, mert én járok, vagy hát jártam zeneiskolában népi énekre, hogy nem ezt szeretnék ezzel tovább menni tanulni, és majd ezt tanítani később. És akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy hát végül is lehet. Csak ugye nyilván Nyíregyháza kicsit messze van, én budapesti vagyok. A szüleim annyira nem örültek. De aztán nyilván ugye ők is megszokták, megjelöltem, és fel is vettek. És ugye nagyon szerettem énekelni, sokszor jártam versenyekre is, és így igazából így jött ez a népzene része, meg ugye az énekzene is, ugye az ének gyanánt, meg a zeneiskolai szolfés, meg ilyenek. Hát akkor a szavaidból úgy veszem ki, hogy akkor ide nem mehet bárki, tehát hogy kell egy bizonyos alap előképzettség már, alaptudás. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy pontosan mire van szükség, hogy valaki felvételt nyerjen? Igen, hát igazából nyilván ugye kell az érettségi. Szóval az ilyen anélkül nincs semmi, alap. Az leugró. Igen. Igen. Szóval az első az, hogy mindenképp legyen érettségit. A másik az, hogy nálunk van felvételi, ami egy énekzene és egy népzene részből áll, meg lesz, van egy alkalmassági, ami a pedagógiai része, nyilván mivel ugye tanárszakra megyünk. Az énekzene részen zongorázni kell 2 darabot, akkor van, kapunk egy kis kottát, egy sornyi kis lejegyzett valamit, és azt fel kell énekelni, el kell szolmizálni, szóval oda kell a szolfés alapképzettség, és énekelni kell 2 szólamban, vagy igazából ezt úgy is ki lehet váltani, hogy az egyik szólamot énekled, az egyik szólamot énekled, a másikat meg zongorázod hozzá, és ugye nyilván a zene töri az, ami még kell. Ez az énekzene része, és van a népzene. Ott 50 szabadon választott dallam kell. Ez meg van határozva, fent van a neten, hogy mégis mi ennek a menete. 50 szabadon választott népdal kell, és abból kell elénekelni 1-2-t, attól függ, hogy most éppen a tanárnő hogyan kéri. És hogyha nálunk ugye főtárgyak vannak, hangszer főtárgyak, hogyha például én hegedű főtárgyra megyek, akkor hegedűből kell vinnem 2 összeállítást, amiből igazából csak egyet kell elhegedülni, de azt is ők választják ki. És ugye a néprajz része az, ami még fontos, szóval ott is kell egy népzenei alapképzettség, de igazából ahhoz, hogyha a megadott irodalmakat elolvassa valaki, és nyilván tanulmányozza meg megérzi, az nem olyan nehéz. Amúgy nagyon jó szívűek, nagyon kedvesek, szóval nem kell izgulni, csak nyilván ugye kell hozzá egy minimum szint, amit el kell érni, mert nem előről kezdik. Mármint, hogy nyilván az első órán úgy kezdjük, hogy az alapoktól, hogy minden meglegyen rendesen, viszont nem ott tanuljuk meg elsőre. És ez fontos, hogy nyilván megértse az ember. Hát akkor azért az érettségi mellett még kellett bőven készülnetek. Igen. De igazából egyszerűbb, hogyha valaki énekzenéből érettségizik, és nagyjából fedi egymást a kettő. Akkor viszont az úgy tényleg talán egy kicsivel könnyebbség. Na akkor egy kicsit ugorjunk. Sikeresen túl voltál a felvételin, bekerültél az egyetemre. Most 3. éves vagy, ugye, ha jól tudom.
Tudnál egy kicsit mesélni arról, hogy így a tananyagnak, hogy így milyen óráitok voltak, hogy épül esetleg, hogy épülnek egymásra a dolgok, van-e valami specializáció, lehet-e választani, meg hasonló? Igen, hát ugye mindenki úgy megy oda, hogy kiválasztja a saját főtárgyát a népzene részen. Ez nagyon sokrétű, mert van hegedünk, brácsánk, nagybőgő, ami társul a gardonnal, az ütőgardonnal, akkor citera, tambura, koboz, duda, klarinét, furulya, tárogató, szóval nagyon, nagyon sok minden van, és ugye ahova én mentem, az a népének része, a népének főtárgy, és nyilván minden erre épül. Ez 4 éven keresztül megy, és utána az 5. évben megyünk kitanítani, mármint a külső gyakorlatra, nyilván van egy belső gyakorlatunk is, egy 1,5 éves, majd jövőre. És igen, és ugye ez egymásra épül, szóval itt nagyon fontos, hogy az ember készüljön, de nyilván készülsz is, mivel szereted és csinálod. Ugye vannak ezek a főtárgyak, akkor népzenei részen van népzeneelmélet, van repertoárismeretünk, ahol megismerjük a különböző tájegységeknek a dallamait, felismerjük őket, és megtanuljuk, hogy mégis mik azok a jellegzetességek, amik egy-egy tájegységre vonatkoznak. Akkor igen, népzeneelmélet. Igazából nem is tudsz mindent elmondanod, de hogy már ahogy így sorolod, azért van bőven, szóval nincs kevés tárgyatok. Egy hetetek hogy áll például? Mennyi szorgalmi időszakban mennyire sok az órátok, hogy mennyit kell bejárni, és mennyit kell tudom még gyakorolni is? Mert hogy zongora meg zenékre azért még utána is megyek. Igen, igen. Hát ugye van zongora is, meg magánének is. Ezek én mind ilyen magánórák, ezt így külön megbeszéljük a tanárral, hogy ki mikor megy be egyesével. Szóval ez nem csoportos. Viszont a csoportos órák is, főleg gyakorlati órák, amikre meg kötelező a bejárás. Igazából hát ez úgy van megfogalmazva, hogy a heti óraszám 3-szorosát lehet hiányozni, ami azt jelenti, hogy 3 darab hiányzás. És ugye vannak az elméleti tantárgyak, amikre nem kötelező, de azért eléggé ajánlott bejárni, mert nyilván ebből lesz a vizsga. És rendben, hogy tankönyveket kérnek, de ugye ez nem feltétlen takar minden. Igen, igazából nagyon sok óránk van tényleg, nyilván mivel ugye 2 szakról van szó, vannak pedagógiai és pszichológiai tárgyaink is, de ezek nem olyan nehezek igazából, szóval tényleg aki szeretne tanár lenni, az megtanulja meg, nem nehéz, szóval olyan logikus dolgok vannak benne, hogy tényleg nagyon logikusak, meg legalább átlátod azt, hogy tényleg hogyan tanultál annó, és van már ebben tapasztalatod igazából, hogy hogyan tanítanak téged, és nagyjából látod, hogy te is hogyan kell majd tanítsd. Hát amúgy annyira nem, eleinte megterhelő, mert nyilván új, és bele kell szokni, de viszont annyira nem nehéz, hogy ne lehessen megcsinálni. Én például megcsináltam mellette a jogsit, szóval, hogyha valaki elhivatott és csinálja, akkor idő is van mellé. És tényleg jó átlagot, nagyon jó átlagot el lehet érni. És a vizsgák, és ezek majd az év végén, vagy fél év végén egy-egy vizsga nem olyan nehéz, hogyha az ember tanul. Uh-huh. Tök jó, hogy említed a vizsgákat, mert hogy gondolom azért így nem teljesen ugyanolyan az összes vizsgátok. Szóval, hogy nem mindegyik olyan, hogy leültök, és akkor papír alapon leírjátok, hanem nyilván a zenésebb tárgyakból, hogy néz ki egy vizsga, vagy hogy kell felkészülni, mi ennek a menete? Hát ugye 14 hét van egy fél évben nálunk, és 13 hét van arra, hogy az ember felkészüljön. Például népénekből, furujából, vagy zongorából és magánénekből, mert az utolsó hetünkön van 3 nap, 3-4 nap, ami arra van,
arra van számba, hogy ezekről beszámoljunk. Szóval ilyen közös órának hívjuk ezeket, igazából egy ilyen kis házi koncert, amit mi adunk. Szóval mindenki elzongorázza a saját két darabját, elénekli a saját két Mozart, vagy valamilyen klasszikus zenei darabját. A népzenén akkor a főtárgy anyagot kell leadni, és van vezénylési gyakorlatunk, ami arról szól, hogy megtanuljuk, hogy hogyan vezessünk egy kórust, és ugye levezényeljük a saját csoporttársainkat igazából. De jó, és akkor így a csoporttársaitok előtt, hogy mennyi ember előtt kell így előadni? Mennyire volt nehéz elsőnek kiállni ennyi ember elé? Igen, hát igazából szerencsére, vagy nem szerencsére, kinek mi, annyira nem vagyunk sokan, nagyjából 30-40-en vagyunk egy a szakon, énekzene népzene részen. Vannak olyanok, akik az énekzenét nem a népzenével párosítják, van rajz, magyar, angol, töri, amivel még lehet, lehet van más is, de egyelőre ennyi jut eszembe. De aki, hát annyira, ugye nem vagyunk sokan, és tényleg nagyon családias az egész. Szóval mindenki nagyjából úgy tekint egymásra, mint egy kis barátra, egy nővérre, egy pártfogóra, és hogy mondjam, támogatjuk egymást. Szóval nem kell izgulni, nyilván aki izgul, az izgulni fog, de az segít az, hogyha látod, hogy a sorokból mosolyognak rád, és tudják, hogy meg tudod csinálni. Ez mondjuk biztos. De jó, és akkor minden fél év végén egy kis házi koncertet is adtok már így egyből. Most így kb. Akkor végig is értünk a sulin. Még annyi kérdésem lenne, hogyha ugye elvégzed, akkor tanár leszel. Hol fogsz tudni majd tanítani? Vagy milyenek az elhelyezkedési lehetőségeid? Igen, hát igazából mindenhol lehet ezzel tanítani, kivéve szakgimnáziumban, mármint például énekzene szakos gimnáziumban nem tudok tanítani, ahhoz kell még egy képzés. És ugye ez nekünk 5 plusz 1 év, 4 plusz 1 év, ami ugye osztatlan tanári, és nekünk ez már mesterfokozatú diploma. Szóval nem kell külön mestert csinálni hozzá, de nyilván, hogyha valaki szeretne tovább szakosodni és szakgimnáziumban tanulni, akkor ehhez még el kell végezni valamit. Igazából népi hangszer, vagy a népi részen, zeneiskolában lehet elhelyezkedni, esetleg magánban, vagy a kettőt együtt, attól függ, hogy ki hogyan gondolja. Ugye énekzene az ugye nyilván az iskolában elsőtől 12-ig taníthatunk, szóval nincs olyan, hogy csak általánosban, vagy csak felsőben, szerencsére. És ugye az érettségiztetés is beletartozik, szóval azt is külön megtanuljuk, hogy hogyan kell ezeket az érettségi dolgokat megtanítani, vagy legalábbis átlátni, hogy miből áll az érettségi. De jó, hát akkor tényleg majd nagyon sok helyre fogtok tudni menni, meg hát ugye ti tényleg olyanok vagytok, akik azért nagyon, nagyon is élvezitek, meg szeretitek, gondolom, a zenét, szóval, hogy ez egy teljes örömtanítás lesz majd gyerekeknek. Te említetted, hogy pesti vagy, és Nyíregyháza kollégiumban laksz, vagy? Igen. Az egyetemnek van két kollégiuma, a Campus Kollégium és a Besenyei Kollégium. Igazából ez annyiban különbözik a két kollégi egymást, hogy ketten lakunk egy szobában, és ketten-ketten lakunk egy-egy szobában, és ahhoz tartozik egy-egy fürdő. Azért az elég modern. A Besenyeiben pedig ugye a konyha. Ja, nem, bocs, csak annyit mondtam, hogy azért. Igen. Most lett felújítva. Igen, de jó. Meghatározott.
Bocsi, csak egy kicsit szakadozik közben, de hát az internet az ilyen. Szóval tényleg csak annyit mondtam, hogy akkor az tök király, hogy egyetem vagytok, meg van egy külön fürdőtök is. És mennyire van ez így messze az egyetemtől, vagy mennyire kell bejárni, hol található helyileg? Hát igazából ez egy helyen van, mármint hogy például én kilépek a kollégium főbejáratán, és szembe van velem az intézet, de minden tényleg mindegyik intézet egy ilyen kis csoportban van, és kicsit olyan, mint egy kis város az egész kampusz, és tényleg nagyon hamar el lehet jutni az órára, szóval hogyha 5 perccel hamarabb elindul az ember, akkor beér. Van olyan épületünk, ami kicsit messzebb van, de az is tényleg egy még 2 perccel arra van, szóval nem egy olyan. Igen, hát akkor az nem egy Budapest, ahol igazából így 45-50 perc, mire az ember beér. Közben nem tudom. Ó, oh, jó, visszatértél. Jó van, szuper. Te jól hallasz engem? Most már igen. Jó, az előbb nekem is lefogyott. Nem baj, ez benne van. Gyorsan, akkor még van egy pár kérdés, azt felteszem, mielőtt teljesen az internet világa kicsinál minket. Az lett volna még a kérdésem, hogy mondtad, hogy ilyen elég családias a hangulat, hogy vannak esetleg még ilyen más közösségi programok, vagy van valami olyan esemény, ahol próbálják így a csapatszellemet építeni? Igen, igazából minden év elején van egy közös főzőversenyünk, ahol igazából az évfolyamok így mindenki főz valamit, aztán a tanárok azt zsűrizik, és eldöntik, hogy ki az első, második és harmadik helyezett. Van egy kis nagyon aranyos kis trófeánk, ami vándorol, bár mostanában nem vándorol, de általában vándorolni szokott. És hát van a karácsony, egy közös karácsonyi ünnepségünk van, kórussal előadunk egy-két művet, éneklünk, amiket megtanultunk karácsonyra, akkor intézetvezető asszony elmond egy történetet, egy kis karácsonyi mesét, az elsősök pedig betlehemeznek. Ugye ez egy nagyon jó, és nagyon jól össze tud minket kovácsolni, nyilván 30-an vagyunk, egyszerűbb. Biztos. És minden évfolyamnak van egy-egy patronáló tanára, egy ilyen kihelyezett osztályfőnök igazából, akihez bármivel lehet fordulni, akivel lehet közös programot szervezni, esetleg összeülni egyik délután játszani, vagy megenni egy pizzát, beszélgetni. Nagyon, hát kicsit olyan, mint az anyukánk ott az egyetemen, mindennel lehet hozzáfordulni, vagy nyilván ugye attól függ, hogy férfi vagy nő a tanár. És van olyan, hogy régebben legalábbis volt, ami mióta én ott vagyok, nem volt még ilyen, de volt olyan, hogy elmentek valamerre kirándulni egy szombat délután, és elmentek mondjuk Tokaj fele valamerre, egy kis kirándulást. Ugye a hangversenyek után is vannak hangversenyeink kórussal, meg van a borókánk, ami egy ilyen népdalkör-szerű. Velük is vannak fellépéseink, és hangversenyeink, és utána összeülünk, beszélgetünk, és elmondjuk, hogy jaj, de jó volt. Tényleg nagyon jól össze lehet kovácsolódni, és tényleg nagyon jó a hangulat is, nagyon szeretjük egymást, tényleg olyanok vagyunk egymásnak, mint egy testvér, egy nagyon jó barát. És ugye mivel nagyon sok helyről vagyunk, van, aki Dunántúlról van, Balaton mellől, van, aki határon túlról, nagyon sokan vagyunk kollégiumban, így nagyon sokat járunk össze, akár koliban is, vagy elmenjünk valamerre a városba. Igazából a város is olyan, hogy nagyon hamar be lehet járni, nem egy nagy város igazából, szóval bármerre el lehet menni nagyjából, és vannak nagyon jó helyek, ahova együtt is el lehet menni állatkertbe, színházba, vagy muzsikálni valamerre. Ilyenek.
ez tényleg annyira szuper, hogy így ennyire együtt mozogtok, tényleg nem egy ilyen hatalmas olyan, vagy mit tudom én, mindenkit csak látásból ismersz, egyetlen ismered, hanem hogy tényleg ennyire közel vagytok egymáshoz. Úgyhogy ez nagyon szuper végszó is volt, mert már pont lejárt a 20 percünk, de gyorsan még annyi kérdésem lenne, hogyha lenne valamilyen kis télkövé üzenet, amit így üzennél a most érettségizőknek, akkor az tök szuper lenne, hogyha most megtennél. Hát igazából, ha még nem döntöttétek el, vagy nagyon vaciláltok abban, hogy mégis mit csináljátok, akkor csak gondoljatok arra, hogy mi az, amit szerettek csinálni, mi az, amiben kedveteket lelitek, és tényleg azt szerint próbáljátok meg kiválasztani, hogy mégis mit akartok csinálni, mert hogyha nem kedvel csináljátok, akkor az nem biztos, hogy jó lesz. Hát ebben teljesen igazad van, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, ami, hogy itt voltál. Szerintem rengeteg hasznos dolgot mondtál el, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat fog majd segíteni annak, aki megnézi ezt a videót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, és nagyon köszi, hogy itt voltatok. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!